4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy legyen egy ilyen hasonló jelenlétünk, mint ahogy a Művészetek Egyében is ott jelen voltunk, itt is vannak református templomok, református helyszínek, és hármasság van a történetben, hogy van a templom, a templomra méretezett események, ezek főleg lelki alkalmak. A templomban szokott lenni koncert, irodalmi előadás, tere volt, ezt korábban nem mi rendeztük a kiállításokat, most először rendezzük Füle Tamás Élőkövek című kiállítását. Gondoltuk ide, már korábban is gondolkodtunk ezen, de most valósult meg. Ezen kívül van az udvar, ahol van egy irodalmi kiállítás, van egy lelki rész kiállítás, és emellett vannak koncertek, ahol főleg baranyai előadók vannak. Van egy ilyen imafalunk, ahol meg lehet fogalmazni imádságokat, vannak kreatív feladatok, van kiállítás, tehát minden része az élőige gondolatát szolgálja. Emellett pedig van az irodalmi kávéházunk, aminek mindig van egy ilyen koncepció, most ezzel úgy vagy megrendett versek mellé adunk kávét, forró csoki teát, vagy pedig üdítőt. Tehát és akkor ez egy ilyen irodalmi gasztronómiai élmény egyszerre. Teológusként kerültem le, és akkor lettem beiktatva, beavatva verspincérnek. Olykor könnyű, olykor nehezebb feladat, hiszen nyilván a vers is függ, illetve hogy mennyire tudjuk átadni. Talán most így az élő ige évében többet is mondhat, hiszen a bibliai igék is megjelennek így a versek által, és nem csak egy verset adunk, hanem remélhetőleg többet is, bár nem kapják kézhez, de mégis legalább amíg eliszogatják a kávét, a limonádét, az italját, addig tud rajta gondolkodni, hogy akár mi az, ami közben megérintette, és hogyan tudja a saját életére akár kivetíteni. Én egyetemista koromban a Vári Szent Háromság téri kollégiumban éltem 5 éven keresztül, és ott létezett egy olyan rendezvény, hogy irodalmi presszó. És annak a hangulata, a világa jön vissza. Művészeti műsorok, fiatalok, nagyon kedvesek a kis közreműködő munkatársak ezekkel az egyes italokhoz kapcsolódó versekkel, illetve irodalmi idézetekkel. Szuper, jó, így kell ezt csinálni. Amiért én felelek, ez egy interaktív, irodalmi séta tulajdonképpen, és kicsit az lenne a lényege, hogy becsalogatja az embereket, és végigjárják ezeket az állomásokat, minden állomás egy-egy aspektusát fogja meg a szavainknak, meg annak, hogy hogyan hatnak ránk a szavak, mit végeznek el a lelkünkben. Akkor élő az ige, hogyha elhangzik, de hát képeken hogy hangozhatna el az ige, úgyhogy ezért lettek ezek a szövegbuborékok, ismert portrékból vágtam ki részleteket, a szájnak a részletét, és a képkeretre illesztettem egy-egy igét, amiben próbáltam valahogy kapcsolódni egy-egy képhez, és a kapura meg kiraktunk egy olyat, ami egy tükör, hogyha ott megkereshetjük a misszánkhoz illeszkedő kis buborékot, ami igazából arról szól, hogy Isten minket is megszólít, és így számunkra is élővé válik az ő igéje. Én most vagyok itt először ebben az udvarban. Bölcsföldi András hívott erre, hogy ez egy nagyon jó alkalom közösségépítésre. Igazából klarinétosként kezdtem a zenei létezésemet. Az orgonát pedig hivatalosan idén kezdtem el Ács Dávid orgonaművész kezei alatt. Számomra mindig nagyon érdekes egy ilyen öreg hangszert látni, amit azért pár éve felújítottak, de mégis minden hangszer azért megmutatja a maga történetét, honnan érkezett, milyen múlttal rendelkezik, ami nagyon fantasztikus így ezeket látni. Te kedvedben járnom, Istenem királyom. Az internetben láttam, hogy egy nagyon szép fesztivál készült Németországból. Elindultam reggel korán, hogy estére megérkezzek a tegnap. Az Isten tiszteleten vettem részt, azután meg a Zsolt úrnak volt a koncertje, ahol nagyon szép énekeket mutatott be. Abból, amit ő elmesélt, valahogy az én életem is ilyen formán hangzott el. Nagyon-nagyon-nagyon örvendek, hogy itt lehetek, és bizonyára, hogy mintha a jövőbe lesz, és jó Isten meg fog segíteni, megint itt leszek.